Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez a törvény szerint legalább 750, a választókerületben lakó választópolgár ajánlása szükséges. A jelöltek március 19-ig gyűjthetik azokat a kopogtató cédulákat, melyeket a héten juttatnak el az önkormányzatok helyi választási irodái az állampolgárokhoz. A mai naptól kézbesítik az értesítőket és az ajánlószelvényeket. Sárospatakon a Magyar Posta fogja ezt elvégezni, és péntekig minden választópolgárnak meg kell kapnia az értesítőket. Hogyha valaki mégsem kapja meg és jogosult választó választani, akkor jelentkezzen a polgármesteri hivatal okmányirodáján, és a központi rendszerből a munkatársak meg fognak győződni róla, hogy van-e választó jogosultsága vagy sem. Hogyha mégis kimaradt a névjegyzékből, és emiatt nem kapott értesítőt, akkor természetesen fölveszik a névjegyzékre, és fog kapni ajánlószelvényt és értesítőt. A választási eljárásról szóló törvény az ajánlószelvények gyűjtésénél kizáró okokat is tartalmaz. Több olyan helyet is felsorol, ahol ezek gyűjtése nem lehetséges. Tömegközlekedési eszközön, munkahelyen, az önkormányzati hivatalokban, tehát azt lehet mondani, hogy többségében szabad az ajánlószelvények gyűjtése. Ajánlásképpen talán célszerű megfontolni, hogy a pártok képviselőinek legyen erre felhatalmazása, győződjenek meg róla a választópolgárok, hogy kik azok, akik gyűjtik az ajánlószelvényeket. Ugyan nem kötelesek magukat igazolni, de úgy hiszem, hogy minden pártszervezet ellátja a saját képviselőit, tehát ezt a saját biztonságuk véget célszerű, ha megteszik a választópolgárok. A szelvények a korábbi évekhez képest idén megváltoztak. Ennek oka az volt, hogy minél inkább elkerülhető legyen a visszaélés. A 2010-es országgyűlési választás kapcsán Sárospatakon a szavazókörökben is lesz változás. 17 szavazókör van változatlanul a korábbi évhez képest. Egy változás van, mégpedig területi beosztásban a 9 és 10-es szavazókörben. A Szent József utca és az Arany János utca egy részének a választópolgárai. A korábbi Vai Miklós szavazókörből az Árpád vezér szavazókörébe kell, hogy menjenek, de az értesítő természetesen a szavazókör címét már tartalmazni fogja, úgyhogy erre hívnám fel a figyelmet, hogy az ott lakók figyeljék, hol kell most szavazniuk. A másik pedig Halászhomokon a szavazókör címében történt változás. Halászhomok 39 lett a szavazókör címe, úgyhogy kérjük, hogy itt is a megfelelő helyre menjenek a választópolgárok majd szavazni. Továbbá fontos információ az is, hogy az ajánlószelvények csak abban az esetben érvényesek, ha ez saját kezüleg van, pontosan kitöltve és aláírva.